A következő tíz napban a változás szelét fogjuk érezni, és ezt meg kell lovagolnunk jászvásárban. Ezt nyilatkozta Marius Bordjá, az Egyesült Jobboldal Szövetség megyeközponti polgármester jelöltje. Arra szólítják fel az Egyesült Jobboldal Szövetség vezetője a jassiakat, hogy vegyenek részt a június 9-i választásokon és szavazzanak a változásra. Az emberek belefáradtak a korrupcióba. Még van egy akadály előttünk a bizalmatlanság, hiszen a hatalmon lévő pártokhoz közel álló közvéleménykutató intézetek arra engednek következtetni, hamis indítatással, hogy nem lehet változtatni, hogy a PCD és a pénélé maradt hatalmon, hogy a szavazatunknak nincs súlya. Nos, szeretném elmondani, hogy lehet változtatni, mondta Jászvásárban az úszéri elnöke kötelint róla. Máriusz Bódjá polgármester jelölt szerint a következő napokban a változás szelét fogják érezni a jászvásáriak. A mi dolgunk most az, hogy megmagyarázzuk az embereknek, hogy nincs két választási fordulónk. Egy forduló van, és egyértelműen két személy között zajlik a végső küzdelem, Mihály Kiriká, jelenlegi polgármester és Máriusz Bodia között, válvetve Kirikával. A célunk, hogy megszabaduljunk a Románia korrupciós epicentruma címkétől. A szövetség Jászmegyei megyei tanácselnök jelöltje Petru ville úgy fogalmazott, eljött az ideje, hogy a valódi változásra törekedjünk. Egy olyan változásra, amely modernizálja a megyét, erre pedig az Egyesült Jobboldal Szövetség csapata képes.